10 éve rendszeres résztvevője a Tudomány Népszerűsítő Programnak a Debreceni Egyetem, amely ezen az éjszakán az intézmény valamennyi kampuszán, valamint a Kenézi Gyula Egyetemi Kórházban, az Atommag Kutatóintézetben és az Agúra Tudományos Élményközpontban várja a látogatókat. A Debreceni Egyetem mindig abból indul ki, hogy az emberek különbözőek. Nyilván nem lehetne azt mondani, hogy van egy olyan program, ami mindenkinek jó. Nem is lenne szabad ebbe az irányba gondolkozni. Ezért a Debreceni Egyetem idén úgy nagyjából 150 különböző programmal készül. És abból indul ki, hogy az emberek, különösen a gyerekek, azok érdeklődőek, és szeretnek olyan dolgokkal foglalkozni, ami megmozgatja a fantáziájukat. A Debreceni Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói újdonságokkal is készülnek. A Böszörményi úti kampuszon még azokat az ételkülönlegességeket is meg lehet kóstolni, amelyet a hallgatók az Élelmiszertudományi Intézetben készítenek. A kutatók éjszakáján a karunkon a madár csicsergéstől elkezdve a halak viselkedésén át a növényi csírák növekedéséig nagyon sok mindent láthatnak majd az érdeklődők. Ez az első év, hogy Debrecenen kívül még három másik városban is várják az érdeklődőket. Nyíregyházán az egészségügyi karunk, Hajdúböszörményben a gyógypedagógiai, illetve gyermeknevelési kar, és ami az újdonság, és ami most már kibővült a Debreceni Egyetem, hogy augusztus 1-től a Szolnoki kampusz is a Debreceni Egyetem Kebelén belül folytatja a működését, tehát ők is a Debreceni Egyetemhez tartoznak, és nagy örömünkre szolgál, hogy a kutatók éjszakájához is csatlakoztak, úgyhogy ott is több program lesz. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes az interneten regisztrálni a kutatók éjszakájának programjaira.